Valahogy áll ez a Mikulás csákó rajtam. Ho-ho-ho, szevasztok, megjött a Mikulás. Köszöntök mindenkit. Ez itt a Restart, méghozzá ugye holnap van Mihulás, úgyhogy, de holnap nincs adásunk, úgyhogy ma öltöztem Mikulásnak. És hát nem ajándékokat fogok osztogatni, hanem maximum tanácsokat, ahogy ezt eddig is megszokhattátok. Vannak elérhetőségeink a képernyő alsó részén, ezeket olvashatjátok, sőt, használhatjátok is. 44-51-349, ugye a telefonszámunk, lehet csörögni hozzánk, illetve Skype-on is tv.fixhd a címünk, ahol elérhetőek vagyunk másodperceken belül. Oda is lehet csörögni, és természetesen én igyekszem, ha kérdés van, válaszolni ezekre. Ugye megszokhatjátok, hogy péntekenként össze szoktuk foglalni a hét legfontosabb eseményeit itt néha Marcival, vagy Andrissal, vagy valakivel szoktam itt ülni. Hát most nem így van, most egyedül vagyok. Maximum Rudolf meg a rénszarvasok ők kint várnak, ugye? De igazából most kénytelenek lesztek velem beérni. Hát ez mi? Ja, hogy frissül a Skype-om, értem. Hát az is, az se rossz dolog egyébként, nem rossz dolog, hogyha az ember a legfrissebb szoftvereket használja szokás szerint. Úgyhogy ti is frissítsétek, amennyiben szeretnétek. 6.22-es verzió. De jó, és akkor most itt szépen elmondja, hogy mire jó a Skype. Hát tudom én azt. Például arról, hogy ti betelefonáljatok és kérdezzetek, vagy hozzászóljatok a témákhoz. Facebookon, facebook.com/fixhd, ez a címünk, itt lehet lájkolni, illetve hozzászólni a műsorhoz, vagy engem is lehet követni a facebook.com/vendifix címem. Televíziónk adása elérhető az interneten is, www.fixhd.tv, vagy fixtv.hu, vagy fixtv.eu, mind a három cím működik. Bármelyiket is beírjátok, akkor például nézhetitek az élőadást is neten keresztül, illetve a videótárból is vissza lehet nézni az esetlegesen elmulasztott műsorokat, illetve egyéb más információkat is lehet olvasni a weboldalunkon, mindenféle dolgokkal kapcsolatban, melyik műsorban milyen vendégeink voltak, miről lesz szó, miről volt szó, úgyhogy érdemes látogatni az oldalunkat szép számmal. Szoktátok egyébként, nem is tudom most így hirtelen a statisztikai adatokat, mondjuk nem is annyira publikusak, de azért hál' Istennek jókora számba szoktátok látogatni az oldalt, úgyhogy csak javasolni tudom a jövőben is, hogy tegyétek ezt, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Jó? Na, hát kezdjünk bele itt a dolgokba. Ugye a héten több hírünk is volt, ami gyakorlatilag hát jó hírnek bizonyult. Ugye az egyik, hogy a Microsoft otthonra ingyenesen letölthetővé tette az Office csomagokat diákoknak, illetve tanároknak. Tehát gyakorlatilag tiszta szoftver keretében a tanárok után a diákok is megkapták a Microsoft Office használati lehetőségét. A Microsoft és a magyar állam között fennálló tiszta szoftver program, melynek célja a közoktatási intézményekbe szánt alapvető szoftverek jogtisztaságának garantálása, hamarosan egy jelentős engedménnyel bővül. A program keretében ugyanis a jövőben újdonságként a diákok otthon is ingyen tudják majd használni a Microsoft Office csomagjának tagjait. A tiszta szoftverek tehát ennek a programnak már eddig is része volt a Redmond irodai csomag licenszelése, annak használata azonban kizárólag az általános és középiskolák saját gépein volt engedélyezett. A diákoknak otthoni gépükön kizárólag az iskolák által alkalmazott tanárok telepíthették fel a szoftvert ilyen jogcímen. A tiszta szoftver program változtatásait a Microsoft és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelentette be. Jó? Úgyhogy lehet örülni, lehet használni, a diákoknak fontos ez. Ugye én itt a műsorban rendszeresen szoktam alternatív megoldásokat kínálni, márhogy például az irodai csomagokra. Tehát ugye, hogyha valaki nem diák, meg nem tanár, és nincs Microsoft Office-a, de mégis használni szeretné, hát akkor ugye milyen megoldás szokott erre lenni, vagy elmegy és megveszi, vagy ugye hát amit a legtöbben csinálnak, letorrentezi valahonnan, vagy letölti, mert ugye hát az interneten mindent el lehet érni, tehát, de hát ez nem túlságosan jogtiszta, úgyhogy ezt elkerülendő, én ugye szoktam mondani itt a LibreOffice, vagy az OpenOffice használatát szintén, ami viszont ingyenes, tehát teljesen nyílt forráskódú rendszer, folyamatosan fejlesztik, és bizonyos szempontból még talán többet is tud a Microsoft Office-nál, azzal teljes mértékben kompatibilis. Kicsit a használata mondjuk úgy, hogy máshol vannak benne a dolgok, stb. Stb. De igazából meg lehet benne mindent ugyanúgy csinálni.
még használja is azokat a fájlokat, sőt lehet exportálni és importálni is ezeket a fájlokat, amiket ugye a Microsoft irodai csomagja használ, sőt ezen felül még jó néhány formátumot is, mert tehát például lehet PDF-eket csinálni, úgyhogy múltkor volt kérdés, hogy mivel lehet PDF-eket előállni, tehát például az OpenOffice-szal lehet ilyet csinálni. Szóval jó kis szoftver, érdemes kipróbálni, használni. Most persze nem ellenreklámot akarok csinálni, de hát végül is az egyik egy fizetős, másik egy ingyenes. Ha már tudok, akkor én inkább ingyeneset ajánlok, hogy ne feltétlenül a pénztárcátok bánja, hogyha esetleg egy ilyen szoftvert használtok. De mégse illegálisan tegyétek mindezt, hanem vannak, mondtam, alternatívák erre. Jó? Úgyhogy ez az első hírünk. Aztán van egy érdekes hír, hogy most mennyire igaz vagy mennyire nem, hát az maga a hírnek az eredetisége is megkérdőjeleződik pont a hírben. Ugye az Apple folyamatosan azt hangoztatta, illetve egész pontosan Steve Jobs még annak idején, hogy ő az első számítógépét, illetve az első, tehát az indulásánál ő a saját garázsából alakította ki a, mondjuk úgy, hogy a műhelyét. Na most állítólag ez kamu, hogy az Apple egy garázsból indult volna. Bár az Apple esetében nem mondható szokatlannak, hogy kiderül, a cég marketing részlege által terjesztett információk homlok egyenest ellent mondanak a valóságnak. A héten a cég még élő társalapítójának mégis sikerült egy különösen nagy valóságtorzítás leleplező bombát robbantani. A Steve Wozniak, akinek egyébként is vannak ilyen érdekes kijelentései, mint például az, hogy neki mennyire tetszik az Android. Tehát, hogy azért ezt egy Apple társalapító mond ilyet, hogy ő egyébként szereti az Androidot. Tehát, hogy azért vannak ilyen érdekes megnyilvánulásai. Tehát Steve Wozniak ugyanis egy interjúban kerekperec kijelentette, ordas kamu volt a sztori, ami szerint az almás vállalkozás egy garázsból indult volna el a világ legértékesebb vállalatává. A legendás történet szerint a két alapító, Steve Jobs és Steve Wozniak előbbi szüleinek garázsában indított el az almás vállalkozás, és itt tervezték meg és készítették el az első gépeiket, minek után ekkor még egy iroda bérlésére sem volt pénzük. De azért egy gépe fejlesztésére igen, tehát hogy azért érezzük, hogy valóban sántít hat egy kicsikét ez a történet. Wozniak szerint azonban a sztoriból egy szó sem igaz, és soha semmilyen Apple gép nem készült az inkriminált melléképületben. A garázs csak egy mítosz, nem terveztünk ott semmit, nem ott készítettük a dobozokat, a prototípusokat, de még a termék terveket sem ott állítottuk össze, egyszerűen semmilyen gyártás nem folytott. A garázsnak igazából nem volt semmilyen szerepe az Apple történetében, nyilatkozta az alapító egy magazinnak a napokban adott interjújában, aki szerint csak kikapcsolódni jártak össze Jobs-szal a kocsitárolóba. A Wozniak elmondása szerint az első Apple gépeket a garázs helyett valójában az akkori fő munkahelyén a HP-ben, vagy HP-nél tervezték meg, majd forrasztották és szerelték össze, kvázi fusiban tették mindezt. Ugye? Az Apple I sikerét követően aztán Michael Markula multimilliómostól kaptak 250 ezer dolláros befektetést és tőkét, amiből már saját irodába tudtak költözni Cupertinóban, de a legendás garázsban valójában soha nem folyt semmilyen Apple-lel és termékeivel közvetlen összefüggésbe hozható munka. Maximum az autójukat szerelték ugye a garázsban, hogyha értettek az autószereléshez. Wozniak leleplezése nem csak az Apple legendájának újabb elemét rombolja le, a Steve Jobs lúdításainak újabb példáját szolgáltatja, minden bizonnyal kellemetlen meglepetés Los Altos városka számára is, ahol a garázs található, hiszen ugye eddig nagyon sok fan látogatta meg Steve Jobs egykori házát, lakását, garázsát, ugye? Mondván, hogy hú, hát milyen jó, hogy itt készült az első iMac, ami még nem iMac volt akkor, hanem Apple I, ugye, vagy Apple I, így is nevezhetjük. A kaliforniai település ugyanis tavaly pont azért avatta műemlékkel szóban forgó épületet, hogy így ismerje el annak az Apple cég történetében betöltött fontos szerepét, aminek ugye gyakorlatilag nincs is sok köze az Apple sikeréhez. Hát szép, szép, így lehet átvágni egy egész világot megint csak, ugye? Ha egyáltalán tényleg igaz, mert aztán lehet, hogy tök kamu, amit most a Wozniak mond, és közben lehet, hogy tényleg így volt, csak hát ezt sosem fogjuk megtudni, ugye bár, de hát Steve Wozniak nagyon szeret szerepelni mind a mai napig,
ugyan érdemi munkát nem nagyon csinál, legalábbis amit Apple fronton, vagy bármilyen ilyen szinten van, viszont azért, mert annak idején ő a sikertörténetben mondjuk úgy, hogy részt vett Steve Jobs oldalán, vagy mellett, vagy együtt vele, ebből ő tök jól megél a mind a mai napig. Meg hát gondolom azokból az Apple részvényekből, amiknek korábban ő is tulajdonosa volt, vagy még most is talán az. Ugye? Tehát azért annyi pénzt, amennyit ők össze lapátoltak annak idején, abból szerintem élete végéig, sőt még a gyermekei, unokái, vagy azok unokái is jól el fognak éldegélni, tehát nem féltjük őt. Tehát hogy igazából ilyen, nem tudom, média celebbé vált, aki járkál, és így interjúzik mindenfelé, és néha megdöbbentő dolgokat szokott nyilatkozni, ugyebár. Érdekes figura egyébként. Én csípem, láttam egy-két nyilatkozatát, jó arc, mondhatni. Úgyhogy... Na! Úgyhogy ez a hír sem igaz. De az, az igazság, hogy lassan már nincs olyan hír, amire azt mondanám, hogy 100%-ig igaz. Tehát, hogy simán kiderülhet, hogy bármiről, hogy nem igaz. Lehet, hogy nem is Apple volt az első szám. Lehet, hogy nem is így hívták, majd még ezek is kiderülnek, ugye? Tehát, hogy így, hogy lehet egy almáról elnevezni egy számítógépet, ugye, vagy egy vállalkozást. Na mindegy. Menjünk tovább, ennél sokkal érdekesebb és valójában hasznos híreink vannak, ha már Mikulásnak öltöztem, vagy télapónak, nem az a komcsi kifejezésre, ugye? A télapó. Santa Clausnak öltöztem, Jolakka Pukinak, Pukinak. Akkor a gyermekeket helyezzük egy kicsikét középpontba, vagy fókuszba. Gyermekeknek szánt változatokat indítana a szolgáltatásaiból a Google, ugye ez volt tegnapi nap egy elég fontos hírünk. Ugye elmondtam akkor is a véleményemet, most is megteszem, mert fontos kihangsúlyozni valóban, hogy a gyermekek védelme ugye az interneten, internetes tartalmak kategóriájában, azért ez mindenképpen fontos erről beszélni, hiszen fejlődik a világ, manapság a gyerekek tényleg már pár évesen, de szó szerint, tehát 1-2-3-4 évesen, tehát megtanul beszélni, és ezzel egy időben már gyakorlatilag a táblagépet és az okostelefont is tök jól tudja kezelni, jobban, mint néha a szüleik, ugyebár. Amivel önmagában én nem látok ebben semmi kivetnivalót feltétlenül, egy dolog viszont igaz, hogy ha az internet ott van már gyakorlatilag a zsebünkben egy okostelefon vagy egy táblagét által, akkor ugye az interneten található összes szenny is ott van. És hát ha a gyermek erre rátalál, akkor lehet, hogy az a fejlődésében esetleg valamiféle károsodást okozhat. Úgyhogy ezt mindenképpen tessék komolyan venni, pláne azok, akiknek tényleg gyermekük van, és fontosnak tartják ezt. És én azt gondolom, hogy itt a szülőnek mindenképpen ez felelőssége, hogyha a gyereket hagyja netezni, és az, ugye igazából lehetne azt is mondani, hogy ne netezzen a gyerek, meg ugye egyáltalán. Én azt gondolom, a mai világban fontos az információ, és a felgyorsult világunkban tényleg a gyerekek is már információ éhesek. Egyszerűen így fejlődött a világ, és mondom, ezzel önmagában nincs probléma, csak a megfelelő minőségű tartalmakat kell a gyerekekhez eljuttatni, nem a szennyet. Na most, ha nincs megfelelő védelem a gépeken, és a gyerek csak úgy kutakodik, keresget, akkor könnyen, nem is kell szerintem olyan túl sokáig keresgélni, hogy rögtön olyan tartalomra találjon, ami esetleg még nem is neki való. Jó, és itt most tényleg azokról, de nem a kamaszokról beszélek, akik azért már gúgyisak, és tudják, hogy mi az, ami nekik jó, vagy akár rossz, de pont azért akkor már meg kipróbálják, meg ilyenek, ugye hát mindannyian voltunk gyerekek, illetve kamaszok, hanem itt tényleg az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 éves korosztályról beszélek, akik azért még nem igazán biztos, hogy el tudják dönteni maguktól, hogy amit látnak vagy hallanak, az mennyire lesz befolyással a későbbi életükre esetleg. Úgyhogy én ebben mindenképpen partner vagyok, és abszolút támogatom azt, hogy ilyen jellegű szolgáltatások induljanak, amik figyelnek a gyermeket, tehát gyerekbarát szolgáltatások. És hát a Google is egy bizonyos szinten azt tervezi, hogy hamarosan a legnépszerűbb szolgáltatásait egy-egy olyan átdolgozott változatban is elindítja, amiket kifejezetten gyermekek igényeihez alakítottak át. A 12 vagy annál 12 éves vagy annál fiatalabb korosztálynak szánt speciális gyermekbarát verziók elsőként a keresőből, a böngészőből, valamint a YouTube videó megosztóból készülhetnek majd el. A Google célja az új kiskorúaknak szánt változatokkal kettős, tartják a szakértők. A cég felszínen azt hangsúlyozza, hogy ezzel kvázi olyan gyermekbarát portfóliót akar kialakítani termékein belül, amiket a kisemberek is biztonsággal használhatnak, és ami mellesleg valamilyen módon lehetőséget ad majd a szülő számára,
hogy korlátozza, ellenőrizze, illetve felügyelje, hogy a gyermek mit csinál az interneten. Ez eddig szépen hangzik és jól hangzik, és ha ennek tényleg ez a célja, akkor ez egy nagyon nemes cél, én azt gondolom. Aztán van egy másik oldal is, ugye, amit most igazából, hogy mondjam, szomorú, hogy van egy ilyen oldala is, már hogy ez most tényleg van-e a Google szándékában, benne van-e vagy sem, az egy másik kérdés, de hát ugye a reklám, tehát a másik oldal, ugye a nem kifejezetten nagy dobra vert verzió, hogy a cég nyilvánvalóan a szóban forgó korcsoport bevonása, azon felhasználói körökbe, akik részére a Google reklámokat tud majd megjeleníteni, ezáltal új, illetve eddig viszonylag mellőzött bevételi forrást nyitva a cég számára. Mert hát ugye azért a reklámok ott is ott lesznek, valószínűleg ezekben a gyermekbarát verziókban, és hát ugye innentől kezdve ugye jöhet a jogos felháborodás, csak hogy igazából nem tudom mire. Ugye, mert nagyon sokan hőbörögnek a reklámok miatt, úgy amúgy is, tök mindegy miről szól, csak ne legyen ott reklám, mert az idegesítő, meg ott ugrál, meg mit ajánlgat nekem mindenféle szoftvereket például most itt, vagy egy okos telefont, mert most csak nézem, hogy például ezen az oldalon milyen reklámok vannak. Hát itt egy irodás technikai bevásárló központ egy okos telefont ajánl például, aztán van egy telefonmárka, cipőket ajánlanak, ugye hát azt tegnap megbeszéltük, hogy milyen jó lesz nekem is majd cipőt venni. És jól látom, egyéb más reklám nincs példa ezen az oldalon. Na most például, ha most belegondolunk ennek a hasznosságába, akkor még akár ezek a reklámok még érdekelhetnének is engem, nem? Tehát jön a karácsony, akarok-e magamnak mondjuk okostelefont venni? Nem, mert van, meg remélhetőleg nincs is baja, úgyhogy maradhat is. De ha akarnék, akkor rögtön már célzott reklám jön nekem. Tehát nem a, nem tudom, pelenka gyár, vagy a pelenka reklámok jönnek itt nekem, vagy a mosószer reklámok, ami engem speciál annyira nem mozgat. Ugye? Hanem olyan reklámok jönnek, ami engem érdekel. Tehát mi a baj a célzott reklámokkal? Ugye állandó jelleggel merül fel a kérdés. Szerintem semmi. De most a gyerekek számára is, hogyha olyan reklámok jönnek, ami esetleg a gyerkőcnek jó lehet, vagy hát ugye neki, mert nem ő az aktív vásárló, hanem majd anyuci vagy apuci fogja megvenni, akkor én még azt mondom, hogy ebben még semmiféle ilyen jellegű probléma nincsen. Most ugye akkor van egy harmadik oldal is, ha most ezt egy picit előveszük, hogy ugye a Google, meg az összes ilyen nagyobb cégről az a hír terjed, vagy nem is tudom, hogy ezt egyáltalán hogy lehet úgy megfogalmazni, hogy azért maradjunk a talajon, és ne szálljunk el, és ne ilyen összeesküvés elméletekbe menjünk bele, hogy ugye mindenféle információkat elmentenek rólunk, és akkor ezáltal ők felhasználják, kiadják ezeket az információkat, és ugye hát már vizionálják nagyon sokan azt, hogy ugye Obama elnök otthon ül a nappaliában, és nézegeti, hogy te éppen mit csinálsz, ugye? Tehát nagyon sokan vannak ennyire a paranoiának már azon a területén, hogy ilyeneket is beképzelnek maguknak, és simán lehet egyébként, tehát miért ne lehetne, bár nem tudom, mi köze a Google-nek a Obamához, de ugye, tehát itt többsebből érzik ez a történet. Viszont ha belegondolunk abba, hogy a gyerekeket is figyeljük, vagy figyeli majd a Google, hát ez még akár hasznos is lehet, mert például egy-egy szolgáltatás pont erre épül, hogy a szülő tudja figyelni a szolgáltatáson keresztül a gyereket. Merre jár, mit csinál, milyen oldalakat néz, stb. Tehát ahhoz el kell menteni ezeket az információkat, és nem kell feltétlenül rögtön azt feltételezni, hogy a Google ezeket át fog adni harmadik félnek, vagy ő fog kutakodni a mi levelezésünkben, vagy mit fog megnézni, egy gyerek megnézi mondjuk a Mici Mackónak a weboldalát, akkor most akkor milyen információ fog ebből kiderülni? Most őszintén. De egyébként meg úgy a hétköznapokban, ha felnőtteket kezdünk el vizsgálni, ott is mi derül ki? Tehát ha én elkezdek nézegetni weboldalakat, és az mondjuk logolódik, már pedig logolódik, mert hát ugye elmenti az előzményekbe, az előzményeket felhőben szinkronizálja, hogy azt akár a másik gépen, vagy telefonon, táblagépen is lássam azokat az előzményeimet, amit mondjuk a számítógépen néztem. Tehát valahol ezek az információk valóban tárolódnak, sőt tovább megyek, fölkerülnek az internetre, ugye egy zárt körbe, a felhőbe. Tehát ugye sokan a felhőt is, tehát mi félreértik kicsit, hogy mire jó a felhő, ugyanis ez nem azt jelenti, hogy nyilvánosan kerülnek fel az internetre ezek az adatok, nyilvános csak akkor lesz, ha te ezt megosztod, erre engedélyt adsz másnak, addig nem lesz nyilvános. Tehát akár a fotókról, akár videókról, akár képekről, akár előzményekről, bármilyen adatról beszélünk, bankkártya információkról, ugye, ami már azért súlyosabb is lehet, mert
nyilvános bankkártya információk, hát azért az erős. Természetesen, ha valamilyen rendszert érő támadás következik be, akkor persze ezek az adatok akár kikerülhetnek, bár ennek vajmi kicsi esélye van egyébként, de néha-néha előfordul, tehát lehet, hogy ilyen információkat tényleg azért okosabban kell kezelni. De most az, hogy milyen oldalakat nézegetek meg, most ebből ki mire fog következtetni? Még ha ne adj Isten tényleg látja is. Steve, ha már nincs itt senki mellett, akkor veled beszélem ezeket meg. Vagy a kedves nézőkkel, ugye, hogyha természetesen csörögnek ezzel kapcsolatban. Szóval én azt gondolom, hogy picit vegyünk vissza ezekből a paranoiás dolgokból, és inkább koncentráljunk arra, hogy azért alapvetően ezeknek a szolgáltatásoknak, illetve ezek a célok, amiket itt megfogalmaznak, ezek azért valamilyen szinten még akár a hasznunkra is lehetnek, sőt, leginkább a hasznunkra vannak. Az, hogy minden jóban van valami rossz is, vagy minden rosszban van valami jó, ugye? Ez az elv meg igaz az egész világra, tehát hogy ha ebből indulunk ki, akkor tényleg zárkózzunk be egy barlangba és játszunk a szakócánkkal, vagy nem tudom, tehát hogy mert azzal talán nem okozunk kárt maximum magunknak. Bár azzal is lehet a másiknak is, úgyhogy tök mindegy, nincs ebből a szempontból jó megoldás a világban, csak ésszel kezeljünk és használjunk mindent, és akkor nincs gond, én azt gondolom. Jó, na, hát ezek a legfontosabb hírek. Ugye böngésző statisztikákat is nézegettünk a héten, hogy hogyan alakulnak ismételten a százalékos arányok, hogy melyik böngésző hogy áll, hát változatlan az Internet Explorer hasít, sőt, tör előre, és egyre többen használják, amit ugye hát most így, ebben én vagyok egy kicsit szkeptikus. Ugye ezt már megbeszéltük párszor, hogy miért lehet ez így. És hát ugye a Firefox, illetve Chrome örökös harca, amelyben most ugyan a Chrome vezet, de azért ő is lejtmenetben, és a Firefox is folyamatos lejtmenetben van. Ugye itt a Google-lel való, mondjuk úgy szakítás, az annak még nem tudjuk az eredményét, hogy hogyan fog ebből kilábalni, de azt már tudjuk, hogy a Yahoo lesz ugye a Firefoxokban az alapértelmezett böngésző, amit hát most bárki átállíthat a Google-re akár, vagy amire akar, tehát gyakorlatilag nem muszáj a keresőnek a Yahoo-t használni, eddig alapértelmezetten ugye a Google keresője volt, a Firefox alapértelmezett keresője, és most már nem az, de azért ezt sokakat gondolom én felháborít, én magasról tojok rá, bevallom őszintén. Jó, na, nézzük, van-e kérdés, hozzászólás esetlegesen. A Facebook oldalunkon, facebook.com/fixhd, ide is várjuk. Lajos írja nekem, csippet minden emberbe így kellene, ugye Vendikém? És akkor ilyen unsmilik. Csippet minden emberbe? Hát... ezt is több oldalról lehet nézni egyébként. Tehát ugye ez megint sokakban kiverni a biztosítékot, ha én most azt mondanám, hogy miért ne. Engem nem zavarna egy chip. Speciál. Dobjuk meg a tévét. Milyen hülyeséget magyaráz ez a gyerek. Nem, de gondoljunk bele. Tehát egyébként, hogy ilyenkor mérlegeljünk egy picikét. Tehát, hát nem is tudom, ez egy nagyon hosszú és hosszabb téma. Nem, egyébként nem azt gondolom, hogy ez jó lenne, sőt, nem lenne jó. Bár egy olyan eszköz, ami akár most már lehet akár egy mobiltelefon is, vagy okostelefon, hiszen ezekben is chiphegyek vannak, tehát akár már meg lehetne oldani. De például engem speciál nagyon zavar az, hogy a pénztárcán most hagyjuk, de kinyitja az ember a tárcáját, és megnézitek, hogy hányféle kártya van. Ugye? Nem lenne elég egy? És arra nem lehetne arra rátenni mindent? Sőt, tovább még több olyan információt is rá lehetne tenni egy chipre, ami gyakorlatilag mindent. Tehát a vércsoportottól kezdve ugye, mert ezekre, tehát persze, fölmész az ügyfélkapura, és le tudod kérni az egész, nem tudom, hogy hívják ezt a... Igen, gyakorlatilag a TB múltadat, vagy nem tudom, visszamenőre veszem a 2000-es évekig. Megnéztem, mikor milyen gyógyszert vettem. Tehát minden tárolva van. Ez valahol megint csak egy-két ember neki kikerekedik, gondolom, hogy úristen, hát minden tárolna, minden tudnak rólunk.
Hát basszus, szerintem ez jó dolog valahol, mert ez a tudnak, tehát itt mindig a harmadik személlyel van a probléma. Nem, én tudok, az én ügyfélkapomba én lépek be, és én nézem meg, nem ők, de egyébként ők is, ugye? Tehát, hogyha mondjuk elmész egy doktorhoz, akkor milyen jó az, hogyha, jó, hát most persze ezért elég hülye hangzik, de hogyha mondjuk az ember, nehogy Isten, rosszul lesz az utcán. Hát most csak feltételezzünk egy ilyet, hogy már mondjuk minden emberben csíp van. Akkor gyakorlatilag a chip felhívja a mentőket, mert érzékel, hogy veled valami gond van, ugye? Mert akkor már ezt is meg lehet csinálni, hogyha van egy ilyen elektronika rajtad, vagy benned, vagy nem tudom, de ne menjünk ennyire messze, mert már túl szkifi, legyen csak egy okos telefon. Érzékeli, ugye most már abban is mindenféle érzékel van a pulzusmérő, itt érzékel, nincs pulzusod, újraéleszteni még nem fog, de már ugye erre is lehetne valami megoldás. De mondjuk hívja a mentőket, a mentőknek a kapásból hozzáférnek azok az információkhoz, ami a te mondjuk diagnosztizálásodhoz kell, vércsoportot, stb. Ugye, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek az információk jól vannak hasznosítva, akkor a javunkra válnak. Persze, ha rossz kezekbe kerülnek, akkor rossz dolgok is kisülhetnek belőle. Tehát azt gondolom, hogy tehát ezeken így el lehet gondolkodni, de nem kell rögtön minden ellen lenni. Tehát ez annyira ilyen tipikus rossz tulajdonság, hogy mindig minden ellen vagyunk, és nem gondolunk bele abba, hogy mi a jó benne. Tehát, hogy miért gondoljuk azt, hogy mindenki számító, hogy csak azért találnak ki dolgokat, hogy nekünk rossz legyen. Nem jó ez a hozzáállás, tehát egy picit ezen próbáljunk meg változtatni, jó? És nem azt mondom, hogy mindenkibe csippet, sőt, ezt nem mondom, de gyakorlatilag valami olyan egységes rendszer, amiben minden megoldható lenne, én azt gondolom, hogy annak azért több előnye lenne, mint hátránya, vagy lehet, hogy ugyanannyi hátránya is, de tehát, hogy mi most milyen titkunk van, vagy nem tudom, tehát, hogy mi olyan lehet, amit nem, na mindegy, hagyjuk, ez egy másik műsor témája, amúgy is túl sokat beszélünk már így is róla. Na, menjünk tovább inkább. Erről beszélj, kérlek, inkább ezt kaptam 8 napja Facebooktól. Szolgáltatásaink 2015. január 1-jét követő használatával elfogadod a módosított felhasználási feltételeket, adatfelhasználási szabályzatot és a cookie szabályzatot, valamint az általad használt alkalmazások és webhelyek alapján továbbfejlesztett működésű hirdetéseket fogsz látni. Ezzel a változtatással és a megjelent hirdetéssel kapcsolatos beállítási lehetőségekkel az alábbiakban részletesen is megismerkedhet, ezt írja Boat. És mi lesz a gond? Vagy mit beszéljek én erről igazából? Tehát folyamatosan változnak az irányelvek. Ugye, ha ez most megint hőbörgés akar lenni, hogy ma megint valós, akkor majd itt változtatnak, és majd akkor már megint meg kell szokni, és ugye itt jön az a képbe, hogy ha hó, emberek, ingyenes szolgáltatást használunk. Itt van joga egyoldalúan módosítania a szolgáltatónak. Van joga. Te aláírod a szerződési feltételeket. Ha nem, akkor ott a delete gomb. Tehát törölheted magadat, ha nem tetszik. Tehát sőt, nem kötelező most sem regisztrálni, és most sem használni a Facebookot. Tehát vagy elfogadod az irányelveket, vagy nem. Vagy elfogadod, és vagy tehát úgy elfogadod, hogy leláttam azot, hogy igen, elfogadjuk, már azért használni akarjuk, aztán hőbörgünk, hogy mégsem fogadjuk el. Tehát hogy van ez? Jaj. Foglalkozunk Attilával inkább, aki Skype-on itt van. Szia Attila! Attila. Szia. Egy egyszerű kérdést szeretnék neked feltenni. Igen? Hát ha minden igaz, akkor a jövő héten fogok megkapni egy notebookot, amit most így karácsonyra rendeltem magamnak, és igazából nem figyeltem akkor oda rá, ez csak később derült ki, hogy, hogy ez egy nemzetközi nyelvezetű billentyűzete van, tehát nemzetközi nyelvű billentyűzete van. Magyarul angol. Kérdezni tőled, hogy tulajdonképpen, mert rákerestem a neten, de nem igazán igazodtam el benne, hogy milyen alapvető különbségek vannak a magyar és a nemzetközi billentyűzet között, tehát ami esetleg mondjuk nehézséget okozhat, hogyha nem tudom. Tehát mi az, amire úgy
oda kell figyelni, vagy át lehet-e valahogyan állítani, vagy esetleg jobb, hogyha egy külső billentyűzetet csatolok hozzá, egy vezeték nélkülit például. Uh-huh. De mit javaslok? Értelek. Hát figyelj, először is különböztessük meg a billentyűzetet fizikailag, és ugye a szoftveres verzióját. Tehát az, hogy mondjuk a billentyűzet angol, és nincsenek rajta az ékezetes karakterek, ugye ez lehet zavaró, fizikailag nincsenek rajta, de ettől függetlenül még, ha szoftveresen a számítógépen te magyar billentyűzetet installálsz föl, akkor megjön az ő betű, az A betű, meg ilyenek, csak hát ugye fizikailag nincs ráírva, tehát látni nem fogod, tehát meg kell szoknod, hogy hol vannak ezek a betűk fizikailag. Igen, ennyi a különbség. Azt tudom, hogy ékezet nincsen rajta. Uh-huh. De attól még szoftveresen van rajta? Tehát ha te az operációs rendszer alá te magyar billentyűzetet installálsz, szoftveresen ugye, tehát a magyar billentyűzet kiosztást inkább úgy nevezzük, hogy tehát ne billentyűzetnek hívjuk, mert az a fizikai billentyűzet kiosztást installálsz föl, tehát fölpakolod a magyart. Mondjuk ha mondjuk magyar Windows-t használsz, akkor alapból magyar lesz az alapértelmezett billentyű kiosztás amúgy is. Akkor lesz A, meg E, meg Ő, meg minden, csak éppen mivel fizikailag a billentyűzetedre nincsen ráírva, ezért lehet az majd, hogy úgy fogod keresni néha, hogy most melyik az A, melyik az E betű. De ennyi a különbség. Tehát, de azt akár lehet kapni ilyen kis matricákat, és felmatricázod magadnak, és akkor gyakorlatilag megvan oldva a billentyűzet. Tulajdonképpen csak helyileg térnek. Igen. Sőt, egyébként tovább megyek, át tudod variálni a teljes billentyűzetet egyébként. Tehát ezt amúgy is lehet szoftveresen. Tehát ha te meg akarod cserélni a G betűt a H betűvel, akkor ezt szoftveresen meg tudod tenni, ha nagyon akarod. Csak nincs értelme ugye egy ilyen össze-vissza billentyűzetet csinálni, mert ez a szabvány, ezt kitalálták, erre áll rá mindenkinek az agya már, aki számítógépeket használ. Tehát nincs értelme így megcserélni a billentyűket, vagy a billentyűzet kiosztást. De alap esetben tényleg ez lehet maximum a zavaró, hogyha egy angol kiosztású billentyűzet van, de akár egy németnél is, vagy egy szlovák, vagy egy picit más, mint a magyar. Ott annyi van, hogy ugye nem fogsz néhány betűt megtalálni. Tehát úgy kell kísérletezni, hogy melyik betű, de ezt át lehet matricázni akár. Értem. Jó? Még annyit szeretnék kérdezni, hogyha most nem hallak, nem tudom mi. Itt vagyok, figyelek. Jó, na annyit szeretnék kérdezni, hogy ha ezt még nem tudom biztosra, de néztem ott az áruházban más notebookokat, amiből kiderült, hogy állítólag az operációs rendszer se magyar, hanem angol, hogy akkor azt át tudom én magyar nyelvűre állítani? Igen, vagyis hát olyan nincs már, hogy milyen nyelvű operációs rendszer, maximum az installja lehet, hogy angol, bár szerintem már egyébként egy Windowsnál például már az elején is be lehet állítani a nyelvet, talán Windows 8-nál, de már Windows 7-nél is. Tehát az a lényeg, hogy át tudod állítani magának az operációs rendszernek a nyelvezetét, igen. Hogy mondjam, ugye amikor a számítógépemre telepítem a Windows-t, akkor be lehet állítani. Igen, ennyi. De ugye itt ez egy előtelepített rendszer lesz, és nyilván nem szeretném egyből azzal kezdeni, hogy előre, tehát hogy újra húzni a gépet. Értelek, hát akkor át kell állítani magyarra, kész. Tehát, hogy, szeretnék tőled kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy mivel ez egy előtelepített rendszer lesz, gondolom, hogy lesz rajta egy rendszer helyreállítási partíció. Igen. Hogyha én ezt a rendszer helyreállítási partíciót lementem egy USB-re, vagy lementem mondjuk egy DVD-re, uh-huh. Állítólag az a partíció elvész róla. Én legalábbis nem. Ezt... Tehát elveszni nem fog. Maximum ugye azért szokták lementeni, hogyha ne adj Isten elveszik, tehát valami meghibásodik mondjuk a merevlemez, vagy ilyenek, és eltűnik az a partíció, vagy nem lehet hozzáférni, akkor legyen róla egy biztonsági másolatod. De attól, hogy lemásolod, még nem fog elveszni. Én ezt azért mondom neked, mert én a Microsoftnak, mert Microsoft vagy Microsoft, ez elég érdekes, mert ők Microsoftként jelentkeznek be, ha felhívom őket, de egyébként Microsoftnak is mondják, mindegy, most ebben nem menjünk bele. Lényeg az, hogy az ő oldalukon olvastam, hogy amennyiben lementésre kerül ugye USB eszközre, ez a meghajtó, akkor elvész. Tehát egy az egybe leírja, hogy a gépről fizikálisan elvész, és onnantól kezdve az, amit én lementek magamnak, mondjuk egy pendrive-ra, onnantól kezdve az lesz az én rendszer helyreállító partíció. Tehát ezt így egy az egybe ez van leírva az oldalán. Ezt nem hiszem. Tehát attól nem, miért veszne el?
Én nem tudom, de én mondom neked, én így értelmeztem, amit leírtak számomra. Lehet, hogy van olyan, úgymond ilyen utility, vagy segédprogram hozzá, ami azt csinálja, hogy át lehet helyezni máshova, ugye ezt a bizonyos recovery, vagy rendszer helyreállító partíciót, és akkor lehet, hogy egyben meg is szünteti. Tehát lehet, hogy van ilyen megoldás, de az, hogy lemásolod csak a rendszer helyreállító partíciót egy pendrive-ra, vagy egy DVD-re, attól még nem fog elveszni. Jó. Tehát alapesetben nem fog. Jó, hát, sőt, le is kell, tehát célszerű is lementeni, mondom pont azért, hogyha nehogy Isten, így van, tehát ha nehogy Isten fizikai megsérül a rendszered, vagy nem kell, hogy fizikai, véletlenül letörlöd, vagy lepartít, vagy újra partícionálod a meghajtódat és elveszik, akkor legyen már meg azért, hogy ha mégis újra akarnád tenni, akkor ott van neked a rendszered lementve. Értem, mert hát előfordulhat ugye, hogy bármilyen fogva ugye kapcsolnám be a gépet, és ettől csak nem indul, ugye igen. Ilyen is előfordulhat. Hát, bármi előfordulhat, igen, erre jobb felkészülni, hát, tehát... Hogy kikapcsoltam a számítógépemet hajnalba, látszólag semmi baja nem volt, másnap, amikor először kapcsoltam be, nem indult el, tehát én tudom, hogy ilyen előfordulhat. Persze, hát néha, sajnos igen, előfordul. Szépen, ennyi. Jól van. Rendben, köszönöm Attila, hogy hívtál. Hello, hello, szia! Megyünk tovább. Igen, ez jó, ez aranyos. Tehát hogyan kezdődnek a Skype beszélgetések? Itt van róla egy statisztika. Ugye sárgával jelzik, hogy hello, hogy... Nyugodtan mutasd, Zsolt, igen. Tehát ez a hello, hogy vagy? És pirossal hallasz? És most hallasz? És tényleg egyébként, ha belegondolsz. Jó, abszolút jó. Az ilyen poénokat szeretjük. Aztán Mihály írja nekünk, szia, Wendy Windows 10 technical preview-t használok, és nem tudom telepíteni update-ről hát itt leírott, hogy melyik decemberi update-et. Már vagy 5-ször próbáltam, nem szoktam telepíteni semmi hülyeséget, és nem járok semmi kétes oldalom. De mi ez a telepítés? Tehát, hogy mi ez az update? Mert az is lehet, hogy téged nem érintő update-ről van szó esetleg, vagy valami olyan rendszer összetevő, amit lehet, hogy nem használsz aktívan, és ezért nem kell feltétlenül, vagy már fönn, nem tudom, tehát ennek sok oka van, mire vonatkozik ez az update. Mert én bevallom őszintén, nem is nagyon szoktam figyelni, hogy például miket telepít. Néha így szól, telepít, újra akar indulni, akkor megmondom, hogy most nem, majd amikor úgy gondolom, és akkor újra, mit érdekel engem, hogy mit telepít, tehát úgyse tudom. Tehát, hogy ennyire mélyen nem mozgat a rendszer, hogy most maximum akkor, hogyha van olyan update-ről van szó, amit tényleg fontos, akkor azt az ember akár manuálisan is telepíti. Nem biztos, hogy ez olyan egetverően fontos, vagy mondom, tehát lehet, hogy valami olyan dolognak a része, amit lehet, hogy már fönn van, vagy pont, hogy nincs is fönn a gépeden, ezért nem biztos, hogy kell hozzá. Jó? Józsi van itt velünk Skype-on. Szia, Józsi! Ja, Wendy! Szia, parancsolj! Csak megjegyzés a billentyűzethez. Igen? Nekem német billentyűzet van, itt vettem a gépet, minden. Uh-huh. És szuperul lehet rajta magyarul írni. Hát persze, hát... De olyan, hogy... akarsz egy átírni, akkor megnyom a vonalat először, szóval fölötte van egy ilyen vesző, uh-huh. Utána az alt. És akkor áll lesz belőle. Aha. Annyi nincsen hosszú ő meg ő, különben mindent tehát hosszúba ír. Szerintem a magyar billentyűzetet telepítesz, akkor még az is lesz. Tehát a kimondott magyar billentyűzeten. Mert miért ne? Hát nekem nincs is magyar billentyűzet, meg itt Németországban vettem a kompjútert. Értem én, de az, hogy fizikailag mi van rárajzolva a billentyűzetre, és szoftveresen mit eredményez, ha megnyomsz egy gombot, azt a szoftver dönti el. Tehát, hogyha szoftveresen fölteszed a magyar billentyűzet kiosztást, akkor lesz ő betűd, meg A betűd is, meg mindenféle betűd. Na igen, csak átkevered a billentyűzetet, mert viszont így van. Nincs rajta. Hát vagy ha azt állítod be alapértelmezetnek, akkor meg azzal fogsz tudni alapból írni, csak ugye akkor nem azt fogja írni alapból, ami rajta van. Tehát ugye ez attól függ, hogy mit állít be az ember, igen. Jó, másik kérdésem, beszéltél az Office-ról. Igen. Nekem meg volt évekig, töltöm és valamit a telepítő CD, uh-huh. Már nincsen, de OpenOffice-ba hogy lehet úgy elmenteni a témát, szóval valami szöveget, hogy a fejlécet mentse el, alapértelmezettel a címnek. Mered azt állítani? Azt találtam jónak a Microsoft Office-ba. Értelek. Automatikusan fejlécet elmentett el. Szerintem most így fejből ezt azért ennyire nem vágom, mert irodai csomagok, tehát én nem nagyon szoktam Word-ben meg ilyenekbe írogatni, de mintha ott is ez lenne az alapértelmezett. Én úgy tudom. Nem, már megkérdő, hogy mit akarsz.
Hát persze átírhatod, mint ahogy a Word-ben is átírhatod. De viszont nem kell, automatikusan felajánlja a fejlécet névnek a magvához. Na hát ez passz, hogy ezt tudja. Szerintem tudja. Meg viszont nem. Nem tudom. Ebben volt jó. Ebben jobb volt. Hát most, ha ez jó, akkor jó. Hát most nekem a legtöbb levelem, amit írok, az úgy kezdődik, hogy kedves valaki. Akkor most mindig az lesz a levél, vagy a dokumentumnak, vagy kedves valaki? Tehát, hogy jó, most értem, amit mondasz. Nem tudom, hogy tud-e ilyet alapból. Én úgy szerintem biztos tudja, csak lehet, hogy nem alapbeállítás. Szerintem a beállításoknál körbe kell nézni, mert ugyanúgy a monogramot mindent be lehet állítani, ugyanúgy, mint az Office-ba. Tehát szerintem azt is be lehet, hogy az első sorra cím. Tehát miért ne lehetne? Körbe kell nézni a beállításaiba. Az a baj, annyi opció van abban is, hogy lehet, hogy csak meg kell keresni. De én be tudom csinálni, és meg töltök be recepteket. Töltök sokat. És akkor a receptek, ha a neve nincs rajta, elmentem, és mindig megkérdő, hogy hogyan, meg mit tudom én mi. Aha. Viszont a fejlészbe beírom előre a recept nevét, utána bemásolom, elmentem, és akkor automatikusan az a neve. Jaj, nem kell utána különbözőt betippelgetni. Értelek. Mondom, nem tudom, hogy tud-e ilyet alapból. Microsoft Office-ban automatikusan megy, viszont a Open Office-ben nem. Értem. Jó, hát mondom, nem tudom, hogy tudja alapból, de ha valaki tudja, hogy tudja-e, akkor várjuk a jelentkezést, jó? Na jó, köszi Feri. Én is köszönöm. Szia Józsi. Halihó. No, menjünk tovább. iPhone 10. Úgy látom, mindenki vicces kedvében van. Lehet, hogy mondjuk én nevettetem itt ki magamat Mikulás sapkába, persze, hogy mindenki más is. Jó, megyünk tovább. Azt mondja, hogy... Okay. Nincsen újabb kérdés, újabb hozzászólás, úgyhogy akkor megyünk méghozzá egy hírrel, méghozzá mindjárt mondom nektek, hogy melyik hírt akartam mindenképpen beolvasni, csak valamelyik nap volt hír, és vagy hát vele beszéltünk, igen, hogy ugye az iPad-ek történetében, illetve az Apple történetében először könyvel el negatív, tehát csökkenést az iPad eladás, ugye erről volt szó valamelyik nap. Hát most nem tudom, hogy ez most ilyen kárörvendő híre, vagy sem. Én nem azért olvasom, hogy kárörvendjek, hanem itt inkább globálisan a táblagépekről beszéljünk egy picikét, ugye melyen egy párszor kifejtettem, hogy mire jó egy táblagép, vagy milyen létjogosultság van egy táblagépnek, és ugye személyesen szintén nekem is volt táblagépem, de igazából nem nagyon használtam, bevallom őszintén, és most, hogy eltűnt sajnos, van ilyen, nem is hiányzik annyira, mert hogy nem használtam. Tehát amire tudom, vagy amire használom, arra használom a mobilomat, egyébként pedig ott a számítógép. És ez nagyon azt veszem észre egyébként a legtöbb ember, hogy ez így van. Tehát, hogy vagy azok használnak táblagépet, akiknek nincs szükségük egyáltalán számítógépre, mert olyan jellegű tartalomfogyasztók, vagy facebookozók, vagy internetezők, amit ugye, tehát leülök szépen kényelmesen a fotelbe, hátradől, és akkor ezt lehet táblagépről is csinálni valóban. Viszont dolgozni azért kicsit nehézkesebb táblagépen, tehát aki csak úgymond ennyire használja a számítógépét, az tényleg elboldogul egy táblagéppel is, tehát bőven elegendő egy táblagép is. Úgyhogy gyakorlatilag ez az, amit ezzel mondani akartam. Most az, hogy a történetében először könyvelt el iPad csökkenést az előző évi eladásokhoz képest az Apple, ez egy dolog, minden esetre érdekes egyébként az, hogy vajon miért lehet ez. Hát gyakorlatilag öngólt rúgott egy picit magának az Apple, méghozzá azzal, hogy kiadta az új iPhone-okat, illetve ugye az iPhone-ból ráadásul kiadott egy 6 pluszos verziót is, ami ugye akkora már, mint egy kisebb táblagép, tehát gyakorlatilag az iPad, mint úgy, legalábbis a mini, az létjogosultságát veszítette. A nagyobb még talán, mert ugye azért akkora azért nincs, mint a nagyobb iPad, de a kicsitől, hát méreteiben nem nagyon sokkal különbözik már az iPhone 6 pluszos, tehát gyakorlatilag nincs értelme ennyi szegmenst lefedni. És ugye mivel a hatosra bukik azért mindenki, meg az iPhone azért még mindig az elsődleges prioritású eszköz az Apple-nél, az iPad volt a második, hát ez így is marad ez a sorrend valószínűleg, tehát teljesen öngól, én azt gondolom. Tehát 12,7%-os volt a csökkenés, miközben egyébként az Androidos és Windows phone-os, vagy hát Windows-zal ellátott táblagépek
könyveket meg sokkal többen veszik, ott 16, illetve 67%-os növekedést könyveltek el. Úgyhogy ebben a szegmensben is, hát ott, ugye ott is az eladásokon azért az Android az, ami vezet leginkább, tehát az Android operációs rendszerrel ellátott táblagépeket veszik leginkább. Vajon miért? Tehát azért, mert 500 millió darabot lehet belőle kapni, 500 különböző félét, vannak olcsóbb kategóriások, vannak drágábbak is, ugye a bőség zavarában, de azért mégis akinek a pénztárcája úgy diktálja, hogy úgy mondjam, az azért nagy valószínűséggel inkább androidos eszközt fog venni, mert hát ugye az iPad az megint egy olyan eszköz, ami gyakorlatilag, hát most nem azt akarom mondani, hogy drága, de úgy megint egy másik kategóriáról beszélünk. Nem mintha androidos készülékekbe, vagy mondjuk a Microsoftos készülékekben ne lenne ilyen, hiszen mondjuk azért tudjuk, hogy a Surface sem olcsó, sőt, tehát az egy elég drága eszköz. Egy dologra figyeljetek igazából, csak azt akarom ebbe az egészbe mondani, mert jön a karácsony, azért az emberek vásárolgatnak, azért tudom, hogy biztos, hogy sokan fognak elektronikus eszközöket vásárolni, tehát okostelefonokat, táblagépeket, számítógépeket karácsony környékén. Egy tanácsot hagy adjak mindenkinek, aztán vagy megfogadjátok, vagy nem. Ne a legolcsóbbat vegyük, jó? És itt most nem csak az ára meghatározó, tehát most nem azt mondom, hogy én értem, hogy drága egy csomó minden, meg nincs pénze senkinek, de viszont, hogyha veszel egy olcsó eszközt, mondvá, hogy legalább van, és egész olcsón megvetted, és belenyugszol azokba, hogy esetleg lassú, stb. Én nem gondolnám, hogy az a megfelelő felhasználó élményt fogja nyújtani. Tehát, hogy azért inkább próbáljunk meg feljebb pozícionálni, és tényleg egy pár ezer forinttal, vagy pár tízezer forinttal többet, ugye attól, hogy miről beszélünk, kiadni egy adott eszközért, és a közép kategóriában gondolkodni, jó? Inkább a középben, ami inkább a felfelé tolódik, tehát közép és felső kategória között valahol, mert azok az eszközök tudják leginkább a felhasználói élményt, hogy mondjam, biztosítani. Veszel egy egyszerű, olcsó, már tényleg ilyen 10 000 forintért lehet kapni táblagépet, ezt néztem. Mit tud az, könyörgöm? Mert azt még nem tudom, mert nem próbáltam, csak azt látom, hogy úristen 11 000 forintért lehet kapni táblagépet. Hát nem tudom, a paraméterei alapján mit 1 GHz-es megére, mit lehet manapság 1 GHz-en csinálni? Ugye mobil processzorról beszélünk ráadásul, tehát hogy egy magos 1 GHz, de jó, lehet, hogy már két magos, de akkor is 1 GHz-es, tehát higgyétek el, iszonyúan lassú lesz. Tehát lehet, hogy az alaprendszert optimalizálták, és az operációs rendszer úgy önmagában a pár előre telepített alkalmazással úgy elmegy. De fölteszel már egy két-három alkalmazást, ráadásul csak akár beszéljünk egy Facebook alkalmazásról mondjuk, ami alapból iszonyú lassú egyébként, még a csúcskategóriás készülékeken is, tök mindegy, hogy táblagépről vagy okostelefonról beszélünk, és utána egyszerűen használhatatlanná fog válni az a táblagép. Higgyétek el, tehát ezt félig meddig tapasztalatból is mondom, bár én sose vásároltam ilyen olcsó kategóriás készülékeket, de van ismerősöm, aki igen, és azzal nyaggott engem, hogy mit csináljon vele. Tehát, hogy lehet begyorsítani a Facebookot rajta? Hát sehogy. Tehát, ha egyszerűen fizikailag nem bírja, mert gyenge hardveresen az eszköz, akkor nem, tehát ez nem lehet ezzel mit csinálni. Ezt kell megérteni, hogy nem lehet csodát várni, jó? És akkor itt jön be ugye a másik dolog, hogy veszel egy drágább eszközt, vagy ne adj Istenem, ugye egy iPad-et, ami ugye alapból drága, és ott miért nincsenek ilyen problémák? Hát azért ennyi. Azért kerül ennyibe, mert gyorsabb, optimalizált, erre írják a szoftvereket, nem a belépő szintű kategóriás eszközökre írják a szoftvereket, sose fogják arra optimalizálni, bár teszem hozzá, ha nagyon akarnák, meg tudnák oldani. Mert pár évvel ezelőtt is volt Facebook alkalmazás, sok változás a Facebook alkalmazáson belül nincs egyébként, sose volt egy olyan világ, tehát nem volt nagyon gyors, de működött. Tehát én emlékszem, nekem is volt 1 GHz-es telefonom, sőt, még lassabb is, még nem is volt 1 GHz-es, hanem azt hiszem 520-valahány MHz-es volt az első. Nevezzük okos telefonnak, bár utólag visszatekintve már azt, hát okosnak okos volt, csak hát nem tudom, hogy ma mi történne ezzel a telefonnal, tehát hogy bekapcsolom, akkor még holnapra bekapcsol, vagy tehát hogy, és akkor is volt Facebook, és használtuk, és működött, ugye? Most csak egy példát mondok, tehát nem azért most itt a Facebookra kattannék feltétlenül, csak az tipikusan egy olyan alkalmazás, hogy mi egyébként iszonyan lassú, még csúcskategóriás készülékeken is. De hát növekednek ugye az alkalmazásoknak is a gépigényei, tehát hardveresen, ilyen gyorsítás, olyan gyorsítás, és közben lassulunk egyébként, tehát ugye a régebbi eszközökhöz képest.
de plusz ilyen funkciókat tesznek bele, meg olyanokat, de ha belegondolsz, olyan nagyon nagy újítás nem történt. Böngésző, tehát azoknak az embereknek, akiknek lassú a Facebook alkalmazás, azoknak azt tudom csak javasolni, hogy tegyenek egy böngészőt, és a böngészőn keresztül, az m.facebook.com oldalon keresztül lépjenek be, ott nem lesz lassú. Ezt tudom esetleg javasolni. Jó, van egy telefonálónk így a műsor vége felé. Halló, halló, szia! Halló, szia! Parancsolj! Hallak, igen! Nándi vagyok, Pécs. Szia, Nándi, parancsolj! Egyébként hallottam, amit mondtál, mert itt a fiú rákapcsolt uh-huh. a telefonba. Igen. Nem látom a tévét. De akkor mi a bánat, hogy gyártanak ilyen pár ezer forintos tableteket az ember? Akkor miért nem tesznek rá? Nagyon jó kérdés. Motor, amit hát azon a szinten jól lehetne használni. Hát... Erre nagyon egyszerű válaszom is lehetne, csak nem ez a, alapvetően a műsorunk, tehát hogy miért gyártanak sirány minőségű ruhákat például. Tehát azért, mert mindent legyártanak és mindent el akarnak adni, mindenből pénzt akarnak csinálni, ezért gyártanak. Igaz. Amit kérdezek, hogy van egy tabletem, eléggé rendesen működik, uh-huh. de az, aki újabban azt csinálja, nem tudom beállítani azt, hogy ne friss, akkor frissítsen, amikor én akarom. Uh-huh. Tehát érted, hogy mondom? És... például a Gmail-t állandóan lefrissíti, viszont a, valószínűleg az androidos rendszer ezt megnyitja, de az alsó része, tehát az érdemi része el is tűnik. Tudod? Tehát kiüresedik. Nem látszik. Most ha ugye visszamegyek a beállításokba, és akkor törlöm a frissítést, akkor ő kiírja, hogy az eredetit hozza le. Akkor megy. Hogyha két perc múlva automatikusan lefrissíti. Uh-huh. Lehet-e ezekre a tabletekre magasabb androidos rendszert feltenni? Van erre mód, egy és hogyan? Húha! Hát alapesetben ugye az Android az frissíti önmagát, tehát hogyha van elérhető újabb Android komplet rendszere az adott eszközre, akkor azt szólni fog és le lehet frissíteni. Ha nincsen, tehát ő azt jelzi, hogy nincsen, akkor lehet, hogy nem lehet rá föltenni. Ugye ez gyártónként is eltér, hogy melyik gyártó mikor adja ki az ő androidos változatát. Tehát, hogyha most én elviszem valahova, és azt kérem, hogy most nem tudom, mondok egyet, hogy 4-0 van rajta, uh-huh. mit tudom én, és akkor a 4-4-es tegyék rá, erre van lehetőség. Van lehetőség, többféle módon is van lehetőség, mondom, hogyha a gyártó kiadja, akkor automatikusan azt értesíteni értem, fog igen. téged, ha nem adja ki, akkor nem fogod tudni feltenni a gyárit legalábbis, de akkor viszont gyárit. Ugye az Androidnál van pont olyan lehetőség, hogy úgynevezett főzött romokat is fel lehet tenni, és lehet, hogy főzött romban kijött már a te eszközödhöz is hozzá esetlegesen frissítés, és azt föl lehet tenni, csak az nem olyan egyszerű, hogy én azt most így el tudom neked mondani, mert az egy kicsit hosszadalmasabb lépés. Tehát, a meg, másik az, hogy a gépnek az alaprendszere, ami működő rendszere, igen? azt lehet magasabbra föltöltetni? Ezt most nem értem. Androidról beszélek, a gépről magáról, ami gyárilag rajta van. Mondjuk, mondok egyet, hogy P2. Ugye az a típus, és mondjuk P-római 3-ra föl lehet ezt valahol töltetni, vagy ez hogy menne? Szerintem ilyen nincsen. Tehát ez egy új készülék. Tehát fizikailag, tehát értem, hogy mire gondolsz, tehát úgy, mint az asztali számítógépben, hogy ki lehet cserélni a processzort nagyobbra mondjuk, vagy ilyesmi. Ugye ez, erre gondolsz? Nem, én csak a programra gondolok, nem technikára, a programra. Ugye a programra. Hát ha van ahhoz a programhoz frissítés, akkor hát van egy pár perc. Csak annyi is, na, hogy ugye volt egy LG-m, azt elvittem egy szervizbe, és ott nem a P2-es tették rá, a P3-as, tudod? Újra töltötték magát a telefonnak a rendszerét, nem az Androidról beszélek, és ez viszont lényegesen többet tud. Többet mutat. Erre most például a tabletemre ilyen lehetőség szerinted létezik-e? Én nem tudom, miről beszélsz, ne haragudj. Tehát ugye az Android az a rendszer, tehát az operációs rendszere a telefonnak, vagy a táblagépnek, igen? De van magának, hogy a telefonnak van egy programrendszere, amit ők feltöltenek, amik a gépen eleve rajta van, amit használunk. Nem tudom, hogy mire gondolom. Tényleg nem tudom. Tehát az Android rendszer van rajta. Az, hogy a gyártó tesz föl plusz programokat, vagy ilyen plusz alkalmazás. Ja, értem. Aha. Ja, hogy saját alkalmazásokat. Hát nem tudom, hogy azt tudnak-e rátenni, vagy tesznek-e. Nem tudom, hogy a gyártó azt csinál ilyet. Hát most, hogyha gyengébb a készülék, tehát ezt általában ugye azért újabb, mert egy újabb készülékre valószínűleg egy picit más a telepített alkalmazások is újabbak hozzá. Tehát egy régebbi rendszernél ilyet nem hiszem, hogy lehet csinálni.
ha van alkalmazás, ami külön elérhető mondjuk a Google Boltban, tehát ugye a Google Playben, azokat le lehet frissíteni. A gyártó saját alkalmazásait szerintem nem lehet, vagy az is frissül a Google Playből, ha van új, vagy legalábbis ugye szerintem így szokott lenni. Tehát ha van egy olyan telefonod, ami adott gyártó és gyártó specifikus programok vannak hozzá, az is a Google Playből frissül igazából. Az is van. Értem. Hát akkor köszi. Nincs mit. Hello. Hello, hello, szia. No, gyorsan ránézzünk még a Facebookra, hogy van-e még esetleg valamilyen hozzászólás. Azt mondja, hogy... Készíts mobilt 100 vagy 10 forintból? De szép dolgok ezek, igen. Aztán Apple-re visszatérve van egy dokumentumfilm Steve Jobsról, az, és abban említik, az első Apple termékek garázsban készültek. Vagy azaz, igen. Hát most figyelj, Imi, az a helyzet, hogy az, hogy most egy filmben mit említenek, a Terminátorban meg robotok szaladgálnak és gyilkolásszák az embereket, akkor most azt is higgyük el, vagy... Vagy te, tehát most, bocsánat, nem, hogy mondjam, tehát az, dokumentumfilm, hát most a dokumentumfilmet is valaki megcsinálta. Oké, hogy általában a dokumentumfilmek ugye arról szólnak, hogy ledokumentálnak adott eseteket. Hát most, bocsánat, de akkor mondjuk életszerűbb példát, a 45-ös Roswelli katasztrófáról is van dokumentumfilm, attól még egyáltalán nem 100%, hogy az biztos, hogy vannak UFO-k, és tényleg leszálltak, vagy ez lezuhantak. Tehát, hogy attól még, hogy dokumentumfilm, még korán se biztos, hogy igaz. Tehát azt is valaki elkészítette, általában az ilyeneket megtörtént események alapján, úgy szokták ugye mondani, azok alapján csinál dokumentumfilmet, lehet, hogy korabeli felvételekkel, stb. De ezek egy gondolában nem biztos, hogy 100% bizonyításúak. Tehát, hogy az, hogy van egy jelenet, amiben Steve Jobs a garázsában egy számítógépet berhel, attól még az nem biztos, hogy az első, tehát hogy miért ne tehetne ilyet? Én is szoktam számítógépet berhelni a sufniban, attól még nem építek időgépet, vagy nem tudom, hát hogy bár úgy lenne. Tehát, hogy érted, hogy mit akarok mondani, az, hogy dokumentumfilm önmagában nem biztos, hogy a 100%-os hitelességű. De ettől függetlenül persze lehet, hogy így van, csak ugye most megint állóvizet kavarnak egy kicsit föl, mert eddig miért gondolta volna bárki is, hogy ez nem így van. Most maga Steve Wozniak mondta, hogy nem így van, azt hiszem, hogy ő azért elég autentikus, viszont hazudhat. Tehát, hogy mint minden ember tud hazudni, van, aki nem teszi maximum, innentől kezdve Steve Wozniak is hazudhat, ha akar, valamiért, lehet, hogy van valami indoka, érdeke, bármilyen ezzel kapcsolatban, nem tudom, igazából. Jó, ennyi, a többi kedves hozzászóló, az meg a hozzászóló embereket, nem tudom, firtatja. Én azt gondolom, hogy ez a műsor mindenkinek lehetőséget ad, úgyhogy ne bántsuk egymást ilyen, csak egy-egy ilyen, nem tudom, megnyilvánulással, jó? Sőt, szeressük egymást, gyerekek, ha már Mikulás van, vagy ilyenek, akkor reméljük, hogy legalább lassan közeledünk a karácsony felé, tehát egy kicsit töltse már be a szívünket kis szeretet, meg ilyenek, bár tudom, én is sem vagyok oda ezekért az évvégi ünnepekért úgy összességében, kicsit túlzásnak tartom, tehát az ezzel kapcsolatos felhajtásokat, de erről majd úgyis beszélünk szerintem még párszor, vagy akár a gumiszobában is. A Restartba ennyi fért bele. Köszönöm szépen egész heti kitartó figyelmeteket. Ne felejtsétek el kirakni a csizmákat az ablakba, mert éjjel megyek, aztán pakolok bele mindenféle finomságot. Vagy virgácsot, ugye a rossz emberkéknek virgács jár, a jó emberkéknek pedig nagy-nagy szeretet jár. Szevasztok, jó hétvégét!